napot kívánok, ez a Kanizsa Café. Folytatjuk a Spartan részből induló, de aztán a komfortzónán keresztül a sport teljesítményét. Nagyon-nagyon sok mindenig, még akár a szivarig is kiterjedő beszélgetésünket Varga Zsolt fitness instruktorral és Horváth Istvánnal, a Contour Plus Egyesület elnökével. Maradjunk még egy kicsit a sportnál, meg az edzésnél, meg ennél a bizonyos komfortzónánál, mert azt gondolom, hogy talán lehet ennek a hétnek, ennek a Kanizsa Cafés hétnek egy olyan üzenete is, és nyilván egyetértetek ezzel, hogy mondjuk olyan dolgokat is túl azon, hogy miért jó kilépni a komfortzónából, de még hogyha egy kicsit belül maradunk, azért hátra egy-két embert föl tudunk állítani a karosszékből, nem a műsor ideje alatt, előtte vagy utána, hogy miért jó elkezdeni sportolni? Miért jó elmenni, és nem ilyen durvát, mint amit itt nyomtok meg, amiről beszélgetünk, de mondjuk elmenni hetente háromszor egy fél órát kocogni. Uram, bocsá, ha valaki még soha nem sportolt életében, és már egy kicsit korosabb, elmenni kétszer-háromszor legalább sétálni. Tehát, hogy valamilyen egészséges életmód és tudatformálás irányába is menjen el ez a beszélgetés. Mert a teljesítmény teljesítmény, a jó edzés, az rendben van, de miért álljak föl a karosszékemből? Nagyon buta a kérdés, mert én magam is tudom erre a választ, de te sokkal hitelesebb vagy, te meg fölálltál, tehát te meg a gyakorlati példát kapcsán el tudod mondani. Alapvetően pontosan ez, amit említettél, és az egészségtudatos élet, hogy tehát amit az István is mondott, hogy minél tovább szeretne a gyerekeivel játszani. Most ez egy ilyen sarkalatos példa, mert nyilván nem mindenkinek van gyereke, csak csúnyán mondva tesped otthon, vagy kicsit inaktív életet él. Én azért ajánlom, hogy pont azért, hogy tartalmas és normális életet élhessünk a hétköznapokban, valamilyen szinten hozzá kell kapcsolni a hétköznapokhoz is. Most nem beszélek egy órás, két órás, három órás edzésekről. Ha valakinek addig terjed az energiája, vagy a lehetősége, hogy tényleg elmenjen sétálni, elmenjen egyet kerékpározni, vagy ott az uszoda, vagy bármi, akkor én mindenképpen azt mondom, hogy keljünk fel és mozogjunk, mert megéri. Ez a jövőnkbe fektetett apró energia igazából, mert napi egy órát, hogyha az ember nyomkodja a telefonját, azzal is elmegy egy óra. Tehát, vagy leülünk a tévé elé, az is elmegy egy óra, mindenképpen befektetésnek gondolom. Hát az egészségről nem is beszélve, tehát megelőzhetőek a betegségek, a cukorbetegség, a magas koleszterin, esetleges agyvérzés, vagy bármilyen érrendszeri probléma, vagy szívprobléma. Szerintem ez nem is kell több, hogy az ember egy kicsit átgondolja azt, hogy tegyen magáért ennyit. Tehát szerintem magunkért kell ennyit tennünk. És hogyha jól összeadod, most csak rákapcsolódva erre a gondolatra, akkor mondjuk évente egy futó meg egy fitness cipő, az lényegesen kevesebbe kerül, mint akár csak a hálapénz. Hát pontosan, vagy a gyógyszerek, amiket vagy később beveszünk. Jó, tehát te egy kicsit intelligensebben fogalmaztod meg, én már durvábban. Igen, vagy mint a gyógyszerek. Abszolút. Hát igen. Vagy hogyha az ember mondjuk el tud menni kocsmázni, mert jó, nyilván az ember szeret azért elmenni, kikapcsolni. Nem zárja ki egyébként. Nem. Vagy nála kizárja? Nyilván te alkoholt nem iszol, vagy tehát, hogy egy-egy pohár boron kívül, de te egy másik szinten mozogsz, de aki mondjuk sportot, tehát az Istvánnak, aki köztudomásúan szereti a bort, megengedett, hogy amikor mondjuk szervez egy borkóstolót, akkor megkóstolja. Persze, meg a bor egészséges is, tehát én... Pláne. Én sem vagyok álszent igazából most... Jó, akartam neki lobbizni az érdekemben, sikerült. Ezt már megbeszéltük. Ezt megbeszéltük már, igen, hogy ez engedve van. Én különben nem tudom. De arra akartam kiugadni, hogy ez nem is olyan fajta önkorlátozás, mert aki hetente kétszer megiszik egy pohár vörösbort, az még az orvosok szerint is jót tesz magával, és nem zárja ki egyébként magát a sportot és a mozgást. Hogyne. Én most itt a nagyobb mennyiségekről beszéltem. Hát ugye, mert hogy milyen a magyar, ezt mindenki elmondja, aki már látott magyart közelről, hogy mi inni nem tudunk úgy, mármint a nagy többség és nyilván sztereotípia, hanem akkor mi az egy pohár bor után már megisszuk a két pálinkát, és aztán jön a második, meg a harmadik pohár. Fejlődik a borkultúra, persze tudom még, hogy közbevetnéd a magad és a mundér becsülete védelmében, de ugye mi a mértéktelen nemzetek közé tartozunk legalábbis, minden adat ezt igazolja. Itt most az egészséges alkoholfogyasztásról beszélünk és a sport kapcsolatáról természetesen. Igen, de hogyha azt nézed, és igen, ez a sztereotípa megvan velünk kapcsolatban, a mértéktelenség, de hogyha azt nézzük, oké, italt hoztuk elő, étel szintén,
De akkor mi lenne, ha a sport is ugyanez lenne, és ugyanebben az irányba vennénk el, hogy ott is mértéktelenség, legalábbis közelítenénk afelé, ami a határainkat feszegeti, megint visszatérve, hogy minél többet sportoljunk. És tényleg nem arról kell beszélnünk, hogy mert ezt én is nagyon, nagyon sokáig nehezen fogadtam el, hogy csak arra van, hogy arra van időd, amire szeretnél időt fordítani, ezt ugye én nagyon, nagyon nehezen fogadtam el, de igaz. És nem kell arra gondolni, hogy most tényleg akár edzőterembe kell elmenni sportolni, hanem menjünk el kirándulni. Menjünk el a csótóra, sétáljunk egyet az erdőben, menjünk körbe egyet rajta. De menjünk el tényleg a környező településekre kirándulni egyet. Már az, hogyha ott sétálunk és ott mozgunk, közben természetben vagyunk, friss levegőt szívunk, mozgunk is, amit ugye most már nagyon jó kis eszközökkel mérni is lehet, hogy mennyit mozogtál, azzal már megint tettél az egészségedért, és közben megnézted a környező települést, a környezetedet, sokkal jobban feltöltődve tudod a következő napjaidat élni majd, és ez mind a felé fog elvinni, hogy egészségesebb leszel. Tehát ezt kicsit így össze lehet kapni, tehát nem muszáj feltétlenül súlyzós edzésekről beszélünk akkor, amikor sporttevékenységről, illetve egészséges életről beszélünk, hanem ilyen apró lépéseket megteszünk, ami tényleg szellemileg is felfrissít. Onnantól fogva el fog kapni minket a hív, és ugye menjünk a mértéktelenség felé, és aztán egyre többet sétálunk, egyre többet megyünk ki, aztán már kitűzünk magunk elé egy célt is, akkor a kis távolság, nagyobb, egyre nagyobb távolság, és aztán jön a Spartán, ez a vég. Logikus a sor. Zsolt, szakmailag mikor érdemes, hogy az ember a saját egészsége megőrzése érdekében végzett sporttevékenységgel egy picit túllépve edzőt keressen magának? Hol jön el lelkileg, fizikailag, bármilyen szempontból az a pont, amikor már szükség van az edzőre? Alapvetően engem is azért szoktak megkeresni, és általában azért is ajánlom az edzőt, nem csak magamat, bármilyen edzőt, hogyha valaki sportolni szeretne. Egyrészt, hogyha még soha életében nem járt konditeremben. Tehát nem tudja, hogy használja a gépeket, nem tudja, hogy hogyan milyen súlyokat alkalmazzon, mert azért ez sem mindegy, hogy honnan indulunk és hová akarunk kiukadni. Ezért jó egy edző, aki ezt megtervezi. Emellett tanácsokkal láthat el, és ami a legfontosabb, amiért engem szoktak megkeresni, és majdnem minden edzésen meg is kapom, hogyha nem lennél itt, akkor már rég megálltam volna. Tehát az, hogy motivációt kapjon egy embertől, és valaki hajtsa. Tehát az emberek nagy többségének kell az, hogy hajtsák, és valaki mutassa neki az utat, hogy merre hogyan. Hát meg az sem baj, hogy most én nézegethetném egyébként nulla ismerettel a TRX szalagot, mert hát te meg el tudod mondani, hogy azt csináld vele, barátom, hogy, és akkor van a 600 féle gyakorlat, amivel meg tudod mozgatni magad. Tehát én magamtól nem tudom kitalálni. Jó-e az, most egy nagyon picit szakmázunk, hogyha ez talán ilyen köztes megoldás, amikor az ember magától csinálja, mondjuk fut, úszik, amit úgy nagyjából tud magától, de még nem megy el edzőhöz, és akkor elkezdek videót nézegetni, amin ott vannak a gyakorlatok. Ez ugye súlyzós gyakorlatokat is rengeteg, TRX-et is, kettlebeles gyakorlatok is, tehát tele van a net ilyenekkel. Az köztes megoldása, vagy ha az ember mozdulatait nem javítja ki egy szakember, és valamit rosszul csinál, akár még meg is sérülhet, meg nem úgy fejlődik, mint ahogyan kell. Mi a szakmai álláspont ezzel kapcsolatban? Vagy ilyen köztes, nem annyira jó megoldásként azért elmegy? Én azt mondom, hogy ha valaki nagyon nem szeretne egy edzőre beruházni, mert azért van olyan ember is, aki nem engedheti meg magának, és interneten keresgél, vagy talál videókat, TRX gyakorlatokat, hogyha ezek hiteles forrásból származnak, és minősített tartalom, tehát nem csak egy kontár videó YouTube-on, akkor egy TRX-et lehet használni mondjuk videóról, tegyük fel. Most TRX edzők ellen szólok egy kicsit, elnézést, de például a súlyzó az egy veszélyes üzem. Tehát ez mindenképpen is. Én minden nap találkozom olyan fiatalokkal, tinédzserekkel, akik ott vannak a teremben, és életveszélyes, amit sokszor látok. Tehát szólni kell nekik, mert egymásnak adják át azt, amit az internetről szednek össze. Igen, szó szerint a hülyeséget. És amikor az ember már mondjuk 60, 70, 80, 90, 100 kilókat emel fel a földről, azért az már nem mindegy, hogy milyen tartással, milyen felkészültséggel, milyen bemelegítéssel, nyújtásokkal
kezdi el, tehát hogy ugrik bele ebbe az egészbe. Tehát ennek is én úgy érzem, hogy vannak oldalai. Most a TRX-re visszatérve, egy TRX-et az ember meg tud alapgyakorlatokat tanulni, akár videókról is. Emellett a másik az, hogy jó, ha ott az edző, mert ha mondjuk nincs tükör a teremben, vagy az ember nem tudja, hogy ez most kívülről hogy néz ki, sokszor az ember úgy érzi, hogy jól csinálja, amit csinál. Úgy érzi, hogy az a törzs az úgy van tartva, hogy tartva van, úgy mozog az a kar, ahogyan kell neki, csak hát ez kívülről nem úgy néz ki, és akkor abból már azért látszik az, hogy szabályos vagy szabálytalan egy gyakorlat, ezt az emberek nem mindig érzik. Tehát ilyen szempontból jó, ha ott az edző, én meg azt mondom, hogy veszélytelenebb mozgásokat, azokat lehet tanulni persze videóról. Annak idején én is nézegettem videókat, nézegettem, milyen gyakorlatokat lehet megcsinálni, de meg jó, csak tanulni. Neked szakmai ismereteid is voltak hozzá, tehát te le tudod fordítani a látottakat a saját nyelvedre. Már le tudom szűrni azt, hogy mi az, ami tényleg szabályos, mi az, ami hasznos, vagy mi az, amit letörölnék az internetről, tehát azért nem mindegy. Meg azért mondjuk el, hogy amikor itt googolásról beszéltetek, és akár súly nélküli googolásról, az nem az, amire az átlagnéző gondol. Tehát ez a googolás, az nem az a googolás, mint amikor legugolok valamiért, és fölveszek valamit, igen. Mert ez nagyon fáj, mármint amiről most mi beszélgetünk. Hát az átlagember nem nagyon tud googolni egyébként, ezt már ugye? Tudom. Kiragadtad egyébként, pont ezért gondoltam erre a mozgás. Hogy meg kell tanulni googolni. Tehát tényleg az edzéseink elején, amikor nekiálltunk, akkor ezt gyakoroltuk, hogy hogyan kell például helyesen googolni. Igen, és szétszakad a combizmod. Tehát akkor googolsz jól. Igen, mert teljesen más mozgáskor végzünk, mi alapvetően a hétköznap, ez teljesen egyértelmű. Más izomcsoportot mozgatunk meg, és akkor bemész egy edzésre, és mondjuk elmész egy edzővel edzeni, akkor ő megmutatja azt, hogy hogyan kell helyesen mozogni. És az a mozgás az annyira furcsa és érdekes, hogy kis szériaszámmal, tehát kis darabszámmal, rövid vagy más időintervallumokkal olyan hatást tudsz elérni, amit egyébként saját magad, hogyha otthon gyakorolsz, akkor biztos nem fogod tudni teljesíteni, és így nem tudsz úgy fejlődni. A súlyzós gyakorlatok esetében is korábban, tehát mi is néha beiktatunk ilyen edzést, amikor súlyzós edzés van. Érdekes, hogy látjuk is a teremben is, hogy bejönnek és próbálnak minél nagyobb súlyokkal edzeni, mert hogy az ugye jól néz ki, meg akkor el lehet mondani, hogy mekkora súlyt emeltem fel. Miközben nem szabálytalanul csinálja, és olyan sérülés veszélyesen, hogy utána lehet, hogy a következő alkalommal el sem jön edzésre, vagy lesőjön a terembe, és ezért jó egy edző, mert megmutatja, hogy hogyan kell szabályosan végezni ezt a gyakorlatot, úgy, hogy fejlődjél, az izomcsoport fejlődjön, hozzátéve azt, hogy egyébként általában ez a súly, ez jóval kevesebb, mint amit az ember gondolna, hogy kell, hogy használjon, mert onnantól fogva tudja felépíteni azt, hogy az elvárt állapot, akár külalakra is elérje, ahhoz nem hatalmas súlyokat kell. Ez a 60-70% az irányszám, tehát amit egyszer ki tudsz nyomni, szériázni a 60-70%-ával érdemes? Igen, így van. Tehát ezért fontos az, készültem a beszélni, annyit olvastam gyerekek, ezért hogy ezt nem is kellünk tényleg. Hogy ezért fontos az edző, mert az edző megmondja, hogy hogyan csináld úgy helyesen, hogy az egészséges is legyen, és ne okozzon sérülést, és elérd azt a fejlődést, amit szeretnél. De az a kérdésre visszatérve, tehát elkezded otthon, saját magad, aztán azt gondolom, hogy elkezded tényleg mondjuk egy videó alapján, vagy egy külső plusz információ alapján az edzéseket, és biztos, hogy el fogsz jutni arra a szintre, mert hogyha fejlődni akarsz, hogy akkor mutassa meg ezt egy szakember. És vannak olyan csoportos edzések, ahova be lehet úgy kerülni, hogy ez ne legyen akár anyagilag sem megterhelő, és onnantól fogva ráérzel, és ráérsz arra, hogy nem is jól csináltam egy éven keresztül, amit csináltam, akkor saját magadat fogod szidni, hogy egy éven keresztül azért nem fejlődtem, mert nem úgy csináltam, és akkor rákapsz az ízére. Ez annyit hozzáfűznék, hogy sokkal nehezebb kigyomlálni a már berögzült rossz gyakorlatokat, meg a rossz mozdulatsorokat, mint inkább elmenni és megtanulni az elejétől, az alapoktól. És én senkinek nem adnék súlyzót addig a kezébe, maximum pár gyakorlathoz, amíg a saját súlyos gyakorlatok, tehát a fekvőtámasz, vagy a húzózkodás, vagy a googolás, alapvetően a googolás már ott volt a téma, nem megy.
Tehát az izületek védelmének szempontjából sem mindegy, hogy az ember mindjárt rúd alá guggol be, vagy egyáltalán megtanulja a saját súlyos gyakorlatokat. Hány éves korig, butaságot kérdezek, el is mondom rögtön a hétfői példát, de amiért ez eszembe jutott, hogy hány éves korban érdemes idézőjelben legutoljára lemenni már, mint hogy mi az, amikor még elkezdhetek mondjuk edzőhöz járni. Mi most a hétfő hajnali edzésnél azzal szembesültünk, hogy jött egy 69 éves asszony személyi edzésre. És mondta a mi edzőbánk, akkor most így hívom őt is, mert nem a reklámhelye, és nyilván nem a nevét mondom, hogy valamikor ezelőtt elkezdte, és hogy az egyik leglelkesebb, és jön, és rúddal bemelegített, ezt csinált, azt csinált, utána átmentek a terembe, ott egy kicsit emelgetett, úgy meg a 69 éves asszony, 52-nek mész ki maximum, vagy 55-nek természetesen, de hogy mi az, amikor még nem ciki, meg még érdemes? Én azt mondom, hogy soha nem ciki, és bármikor érdemes, hogyha az ember még fizikailag képes rá. És érez magában motivációt, akkor mindenképpen el lehet menni egy edzésre. Nyilván, hogyha már mondjuk egy 60-70-80 éves emberről beszélünk, ott már nem Spartan Race felkészülés a cél, hanem alapvetően egy egészségmegőrző, vagy egy öregedést gátló folyamat igazából. Tehát az, hogy egy kicsit dolgoztassuk a szervezetét, ami eddig mondjuk nem volt meg, vagy nagy kihagyással nem volt meg, vagy esetleg nagyon régen meg volt, de aztán nincs. És a nyilván más a módszertan is, tehát... Nyilván, persze. Tehát, de hozzáteszem, a Spartanon is vannak 60 év felettiek. Igen, hogy ne lennének, persze. Igen. És úgy néz ki, mint a 40 éves. Igen. Megszigyenítő néha. Nincs kor. Hát én is láttam olyan videókat, hogy 70 éves bácsi úgy tartotta ki az ászlót, ezt az oldalra tartó gyakorlatilag, én nem tudnám megcsinálni úgy, tehát ez teljes mértékben emberre válik. Tehát akkor sosem késő. Tehát amíg az ember fizikailag alkalmas rá, addig bármikor. Pontosan így. Addig bármikor lehet. És addig ajánlom is mindenképpen. Hogyan? És említetted, Zsolt, hogy van itt ebben lemorzsolódás is, mert aki egy hónap után, vagy fél év után úgy gondolja, hogy most ez már pont elég volt a szadizmusból, akkor ő elmegy, de mégis hogyan lehet ott tartani? Megtartani. És ez nyilván nem a marketing fogásokra vagyok képes, bár lehet, hogy marketing fogás is van benne, de nem hiszem, hogy ez lenne az alapja. Úgy motiválni, úgy szenvedtetni, hogy az, amikor vége az edzésnek és letusol, akkor azt határozza el, hogy holnap is jövök, meg holnap után is jövök, meg holnap után is jövök, sőt, még szeretnék hozzá 15 év múlva is jönni. Alapvetően szerintem itt a kulcs szó a pszichológia, mert A vendég nem csak az alany, akit én megedzek, hanem igazából valamilyen szinten már a pszichológusa is kell, hogy legyek. Ki kell alakítani egy kapcsolatot, ez mindenkinek más, hogy alakul ki, de kell egy valamilyen szinten ez egy kötődés, és motiválni kell, rá kell jönni, hogy mi az, amit ő hajt, mi az, ami őt motiválja, mi az, ami hajtja előre, és nekem ezt kell megfogni. Tehát mindenképpen az ő malmára kell hajtani a vizet, finoman mondva, és tehát tényleg ez a kapcsolata fontos, mert van aki fel fogja adni akkor is, hogyha ha én dicsérem őt, akkor is fel fogja adni, hogyha motiválom, bármit, tehát hogyha fejemre állok, akkor is fel fogja adni, ez az ő egyéni ez látszik döntése. Valakin, amikor először, vagy másodszor, harmadszor találkozol vele? Megmondom őszintén, most már vagyok annyira rutinos, hogy már az első beszélgetésből el tudom dönteni, hogy tervezzek-e vele hosszú távon, vagy nem. Alapvetően ez nem skatujázom be. Tehát én mindenkinek adok ugyanúgy esélyt, én mindenkiben ugyanúgy látom a pozitívumot, mindenkiben látom a céljait, és megpróbálom e felé segíteni, ezt el is mondom. De általában igen, tehát ez eléggé lejön a célok. Tehát ahogy megfogalmazza a céljait, abból már le tud jönni az, hogy ő ezt komolyan gondolja, vagy nem. Nekem tényleg az a dolgom, és ez a hivatásom, vagy a küldetésem, hogy ő minél tovább menjen ezen az úton. Most, hogyha ő azt mondja egy 3 hónap múlva, hogy már nem akarja ezt az egészet, akkor én ezt is elfogadom. Maximum jó tanácsokkal látom el, hogyha szeretne mégis ezen a vonalon mozogni, vagy edzeni tovább, bármilyen más formában. Ebből még nem volt veszekedés vagy harag részemről.
Illetve az emberek szeretik azt, hogyha dicsérik őket. Tehát, hogyha azért, hogyha valamilyen feladatot jól végezel, akkor igenis meg kell mondani, hogy igen, ezt szépen csinálod. Kell neki sikerélmény az edzés folyamán. Ha mindig csak a negatívat kapnál, vagy én ostorral csapkodnám, vagy dobálnám hozzá a kettlebell golyókat, akkor biztos, hogy ott hagyna egy idő után. De egyébként van olyan vendégem is, akinek meg ez a hajtóerő. Tehát akinek nem az a lényeg, hogy én azt mondjam, hogy te ügyes vagy, hanem húzzál, csináljál még 8-at, 9-et, 10-et. Te teszel különbséget a között, hogy jót dolgozott valaki, vagy jól dolgozott valaki az edzésen? Hogy jót vagy jól? Aha. Mert a kettő között, mint rájöttem, óriási különbség van. Én neki nem biztos, hogy akkor megmondom, aha, vagy nem biztos, hogy de akkor magadban, kitérek rá. Magadban persze, megvan. Természetesen. Tehát nem biztos, hogy neki azt mondom, hogy jól csináltad, de mondjuk ez az edzés ez most nem volt annyira intenzív, ment a levesbe, majd legközelebb. Igazából semmi sem megy a levesbe, és ezt így rosszul fogalmazom, minden mozgás számít, de természetesen azért van, ami... Akkor is ennek elnél is megpróbálom mindig motiválni és elmondani azt, hogy jó úton halad. Jó, azért hazudni nem szoktam. Tehát azért azt tegyük hozzá, hogy nem vagyok sem. Hát ebben a műfajban talán nem is lehet, nem is érdemes. Nem. Tehát én, ha valaki valamit nagyon rosszul csinál, vagy nagyon rosszul gondol, nagyon sok, itt jön vissza az internetes olvasgatás, videónézés, nagyon sok tévhit kering az interneten, akár a fogyókúrákkal, az étrendekkel kapcsolatban, akár az edzésmódszerekkel kapcsolatban. Én nem vagyok restén megmondani, hogy ez egy hülyeség. Tehát akkor meg fogom mondani, hogy ezt felejts el, és hogyha velem akar dolgozni, akkor csináljuk együtt, csináljuk azt, amit én mondok, és hogyha ez tetszik, akkor jobban leszünk, ha nem, akkor nyilván az ő döntése elmehet másik edzőhöz, aki lehet, hogy a pénzért cserébe azt fogja neki mondani, hogy igen, szuper vagy, és minden jó, amit te gondolsz. És tönkrevágja rövid idő alatt. Mert igen, rengeteg olyan emberem is van egyébként, aki más termekből jött át, és ilyen olyan sérülésekkel, vagy igen. Jó. Adjunk. Értjük. Tehát én nem fog hazudni. És azt is megmondom, hogyha valakinek mondjuk nem ajánlom azt, hogy ezt és azt a jellegű edzést végezze, mert már nem biztos, hogy egészséges lenne az ő szervezetére nézve. Már a vége, az egyik kedvenc mondatomat hadd osszam meg, amit elég gyakran hallunk edzésen. Jól csinálod, csak nem ez a feladat. Köszönöm szépen, találkozunk a holnapi adásban. Önöket is várjuk, viszontlátásra. A műsor dekorációját a Bíborvirág készítette.